Az építési törmeléket gyűjtik össze a munkások az iskola tetőterében. Közben a gerendákat és a tetőt szerelik a többiek. A héten kezdődött a munka az intézményben. Az igazgató azt mondta, a tanítást nem zavarja a felújítás. Egy rész van leválasztva az iskola udvaron, ahova a gyerekek nem mehetnek, balesetveszély elkerülése véget. A többi helyen ugyanúgy mozognak a gyerekek, mint ahogyan eddig is tették. Órákat pedig egyelőre nem befolyásolja, mert kívülről hordják az anyagot, kívülről történik, történnek a munkálatok, így a tanítási órákat ezek nem befolyásolják. Tavaly nyáron szakította le a vihar az iskola tetejét, így nézett ki az egyik tetőtéri terem a pusztítás után. Gyakorlatilag leszakadt a mennyezet, a hőszigetelő paplan alulról is látszott. Aztán teltek a hónapok. Augusztusban arra számított az igazgató, hogy hamarosan új tető kerül az iskolára, de nem történt semmi. Elmúlt a szeptember és az október. Novemberben jelent meg az új közbeszerzési törvény. Ezek után végre a fenntartó tankerület kiírta a pályázatot. Februárra lett eredménye a kiírásnak, és márciusban elindulhatott a munka. Nyolc hónappal azután, hogy a vihar leszakította a tetőt. Vásárosnamény polgármestere azt mondta, ha az önkormányzat irányíthatta volna a munkát, jóval hamarabb végeztek volna. Ha és amennyiben ez a lehetőség az önkormányzat maradt volna, október 1 tanítás van, de örüljünk annak, hogy bár a időmalma és Isten nem lassan örülnek, de, de végre megépül és végre a helyére kerül minden, és újra tető lesz ötös iskolán. Így néz ki a magasból a felújításra váró tető most. A kivételező azt ígérte, hogy a munkajavát a tavaszi szünetben elvégzi. A beruházás 36,2 millió forintba kerül. Úgy tervezik, hogy május végére elkészül a helyreállítás. A jövő tanévben így nem kell a vásárosnemény iskolások egy részének a szomszédos művelődési házba járni tanórákra.